Polyák Rita és zenekara szombaton lépett színpadra a Pezsgő téren a 29. Budafoki Pezsgős Borfesztiválon. Ez a zenekar egy szerelemzenekar, gyakorlatilag nagyon-nagyon jó emberekkel lehetek, egy trióról beszélünk, Kató Dániel a gitárosom, és Mészáros László a kaun mögött, vagy rajta ül pontosabban, és tényleg egy megkeresés folyamán alakultunk, tehát egy teljesen spontán dolog volt, de annyira jól sült el, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor ezt miért ne folytatnánk tovább, úgyhogy szerencsés vagyok. Igyekeztünk ikonoktól is hozni, igyekeztünk mai ismert előadóktól is hozni számokat, nyilván a saját dalok a kedvencek, azokat nagyon szeretjük, egyébként angol nyelven szólnak ezek a dalok, de hát Michael Jacksontól kezdve Katy Perryn át, még Selena Gomez is helyet kapott a műsorban, úgyhogy természetesen mindent egy kicsit a saját szájízünkre formáltunk, de azért szeretem ezeket a dalokat játszani, mert mind a mellett, hogy mi magunk is benne vagyunk, mind a mellett az ismerős dalamnak köszönhetően még az is élvezi, akinek akár nem ez a műfaj kedvence. A nyári szezon most már lement, és nagyon nagy sikerre zártuk állásánk, nagyon sok fellépésünk volt. Most tervben van egyébként a zenekar bővítése, mert ugye mi egy akusztikus trió vagyunk, de nagyon sok, például a mostani fesztiválok tapasztalatai alapján nyilvánvalóan dúsabban tud megszólalni egy több hangszerből és akár egy nagy dobszerkóval szóló zenekar. Úgyhogy most éppen billentyűst keresünk ahhoz, hogy a következő projektek meglegyenek. Igazából a lemez az folyamatosan íródik, most már tényleg egy pár számnyira vagyunk, a stúdiómunkálatok már megkezdődtek, de szeretnénk azt, hogyha erre a lemezre már sok olyan dal kerülne fel nyilván, ami akár az új billentyűssel készül el. Rita az éneklés mellett az Éjjel-nappal Budapest című napi sorozatban is dolgozik, igaz, már a kamera mögött. Megmondom őszintén, hogy én attól a karaktertől nagyon sokat kaptam, akit játszottam ezen a kereskedelmi csatornán, ebben a sorozatban, de pont, tehát amit kellett, megtanultuk a másiktól, és ennyi pont elég volt belőle szerintem. Ráadásul azt gondolom, hogy az embernek vannak olyan időszakaszai, amikor már azt érzi, hogy kiöregszik valamiből, és nálam ez azt gondolom, hogy eljött. És ennek a méltó folytatása volt szerintem az, hogy egyáltalán lehetőséget kaptam a csatornától arra, hogy kitanuljam ennek a műfajnak a rendezését. És már nem hiszem, hogy visszamennék. Legalábbis Regina karakterben biztos, hogy nem, mert megkaptuk egymást, ami kellett, és ez pont így kerek. Nekem a rendezés mellett van egy énekstúdió, a Rita Sound Studio. Ez egy olyan énekstúdió, ami egyébként nem akkreditált rendszerben működik, viszont mivel sok helyen volt szerencsém tanulni és megtanítani különböző stúdiókban, ezért kialakítottam negyed magammal, így a tanári karral egy olyan tanítási koncepciót, vagy mondhatjuk ezt tantervnek, ami a leszűrt tapasztalatok alapján a pozitívumokat összesíti, és a negatív sallangokat pedig elhagyja. Úgyhogy hát szerintem a diákjaim is itt lesznek most a koncertről, úgyhogy akkor még izgalmasabb a történet.